Köszöntöm a természetkedvelő nézőinket. Most a gyilkos galócát fogom bemutatni közelről. A gyilkos galóca a fenyő és lombelegyes erdőinkben nyáron, ősszel növekvő gomba. A Magyarországon halálos kimenetelű gombamérgezések 90-95%-áért felelős gombáról van szó. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki ismerje, egy általában olajzöld, zöldes sárga kalapú gombáról van szó, néha barnás, zöld, színezetű, sőt vannak egészen fehéres, sőt teljesen fehér kalapú egyedei is. A legfontosabb ismertető jegyei, hogy a galócákra általánosan jellemző bocskor, ami a tönk alján van, Ez megtalálható nála, elég kifejezett nagy ö, bocskora van, itt egy nagyobb tönk is látszik, itt egy kisebb példány tönkje és bocskora. A gallérja, ami a kalap alatt ö, látható, ez sokszor lemosódhat, de nyoma az mindig látszik. Egy kis, vékony, lehajló ö, gallérról van szó, ezen a másik tönkön ö, csak ö, egy ilyen kis... Piszkos barnás ö, sávként figyelhető meg. Lemezes gombáról van szó, tehát a spórák a tönk alján lemezeken fejlődnek, fehérek ezek a lemezek, és ö, nem színeződik a gomba, tehát az a hiedelem, hogy a színeződő gombák nem jók, ami nem színeződik, az jó, az nem igaz rá, sőt látszik itt, hogy még a csiga is megrágta, tehát az a hiedelem, hogy amit a csiga megrág, az valószínűleg nagy veszélyt ránk nem jelenthet, az sem igaz rá, ezt is megrágta a csiga. Állítólag még jó ízű is, és kicsit keserű mandula illatú, tehát még az illata is kellemes. Ugyanakkor miután megettük, hat órán belül semmilyen tünet nincs, felszívódik, és miután már a méreganyag a vérünkben van, csillapíthatatlan hányás rosszulét következik be, majd pedig egy fél egy napon belül a máj károsodás elkezdődik, a máj sejtek roncsolódnak, a méregtelenítő funkciójuk is leáll, és maga a májsejtek megújulása, tehát gyakorlatilag vértisztításra, máj átültetésre van szükség ahhoz, hogy hát meg lehessen menteni a gyilkos galóca mérgezett betegeket. Magyarországon évente 10-15 halálos Gyilkos galóca mérgezés is van, hogy előfordul. Ezért nagyon fontos ismernünk ezt a gombát. Ugye a zöld színe kevés gombának van, úgyhogy ezt általában érdemes elkerülni. Egyedül ugye a varázs zöld, olivzöld, gombák azok, amik zöld színűek és ehetők, piacon árusíthatók, tehát egészen más felépítésű gombákról van szó. Ezek a gombák mindig erdőben nőnek, ugyanis, fákkal gyökérkapcsolatban vannak, ez egy speciális mikoriza kapcsolat, a szimbiózis egy fajtája, a fa és a gomba együttműködése. A gomba fonalai és a fák gyökerei összekapcsolódnak, egymást segítik. Tehát mindig erdei fákhoz kapcsolódóan jelenik meg, réten sosem nő ez a gomba ezáltal, mert a fákhoz közvetlenül kapcsolódik a gomba fonalain keresztül. Ha véletlenül valaki gyilkos galócát szedett, akkor a kosarában levő összes gombát ki kell dobni, ugyanis nagyon kis darabja is ennek a gombának, ha rákerül akár egy lemezdarab a más gombákra, ugye ez egészen kis darabot is jelenthet, már komoly mérgezést okozhat, és mivel minden gomba egyedileg eltér, hogy mennyi mérget tartalmaz, nem lehet tudni, hogy mi a halálos dózis. Állítólag egy közepes méretű gomba egy négytagú család halálos dózisát tartalmazhatja.